Kált felől Sárvár irányába tartott a 84-es főúton egy Renault személyautó, amikor Gércek közelében egy eddig ismeretlen típusú, feltehetőleg tehergépkocsi áttért a sávjába. A sofőr elmondása alapján a patkára kormányozta az autóját, hogy elkerülje a frontális balesetet, de az érintőleges ütközést már nem tudta kivédeni. Miután megállt és sikerült kiszállni a roncsolódott ajtón, észlelte, hogy a másik jármű nem maradt ott a helyszínen. Néhány száz métert sétált a kanyarig és benézett az erdőbe is, keresve a másik felet, de nem járt sikerrel, a baleset okozója elhajtott a helyszínről. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Személyi sérülés nem történt. A közelben található olyan kapu, amely rögzíti az alatta elhaladó járművek rendszámát, így ha valaki hazatérve egy felesleges visszapillantó tükröt talál a saját terautóján, és 2020. október 22-én hajnalban járt a 84-es főút gércei szakaszán, akkor saját érdekében is jelentkezzen a rendőrségen.